Szempitermin. Ez nem csak egy nyelvtörő, amit mondok nektek, hanem egy antik magyar szkifit hoztam Mesterházi Lajostól a videós könyvei ajánlóba, amit sok sikert, ha meg akartok szerezni, én könyvkocsiból túrtam ki. Ahogyan írják, Mesterházi Lajos eredetileg magyar tanárnak készült, tehát szép a fogalmazása, jó a helyesírása, viszont ő nem gyerekeknek vagy fiataloknak ír szkifit. Ezek filozófikus témájú, felnőtteknek való művek. Elsősorban olyan társadalmi témákkal foglalkoznak, mint az előregedés, kinek van joga az örök élethez, mikor kell önként eldobnunk az életet a társadalom érdekében. Úgyhogy, ahogy halljátok, csak olyasmi, ami engem is érdekel, és amivel sokat foglalkoztam. Szerintem nagyon érdekes elolvasni. Ez a kötet rövidebb novellákból és kisregényekből áll. Jól olvasható, rendesen fejezetekre tagolt, nyilván egy antik könyvről beszélünk, úgyhogy a papír az már egy kicsit kezdi megadni magát, de ennek ellenére szép a minősége, szebb, mint egy-két mai rosszul megcsinált könyvnek a minősége, és nagyon-nagyon igaz és érdekes gondolatokat dolgozva. Úgyhogy, ha szeretitek a társadalmi szkifiket, amiben tulajdonképpen egy kis fantasztikum van, de egyébként nem történik olyan nagyon klasszikusan semmi, tehát nem lövöldözöl az űrben, nem ismersz meg új idegen életformákat, és a többi, amiről másokat beszéltünk, akkor ajánlom nektek ezt a könyvet.